Félbeszakadta az ETFC mérkőzése vasárnap kora este a vihar miatt. Az ETFC NB1-es labdarúgó csapat ellenfel a Puskás Akadémia volt. Az időjárás miatt megszakított meccs állása 2-1 lett a vendégek javára. A mérkőzés a 70. perctől folytatódik. Az MLS versenybizottságának döntése alapján szerdán 17 órától. Az ETA Arena 16:30-tól nyitja meg kapuit.